Ezt a rendezvényt azért hívtuk össze, hogy ez alkalommal köszönjük meg a megyében lévő sportegyesületeknek az éves munkáját. Erre a rendezvényre minden egyesület elnökét, edzőjét és csapatkapitányát hívtuk meg. El kell mondanom azt, hogy a megye jó munkát végzett az elmúlt időszakban, jó eredményeket értünk el, rendezvényeink voltak, amivel hírnevet szereztünk, és azt gondolom, hogy ezzel megyünk előre. Alapvető célunk a utánpótlás nevelés volt, és ebben is nagyon komoly eredményeket értünk el. Bízva abban, hogy továbbiakban is tudunk tovább menni ez az úton, azt kívánom mindenkinek, jelenlévőknek, kézilabdával foglalkozóknak, hogy jó egészsége, ereje legyen ahhoz, hogy a céljait megvalósítsa. Három személyt jutalmaztunk, Pintér Istvánt, aki a volt előző ciklusban, több cikluson keresztül elnök, illetve Pécsi Zsoltot, aki több mint 500 mérkőzésen ült a Hévíz kispadján és visszavonult, illetve egy aktivistát, Tamás Tamást. Bízom abban, hogy ez az itt lévőknek egyetértésével történt, és bízom abban, hogy ez előre viszi a munkát. További sok sikert kívánok mindenkinek! Nagy örömmel tettünk eleget a Zala megyei Kézilabda Szövetség meghívásának. Kolléganőmmel, Hikádei Molával nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy ide meghívtak minket. A Magyar Kézilabda Szövetség számára rendkívül fontos a megyék szerepe. Ezek között Zala megye is. Szeretnénk támogatni csarnok építését, amelyre tavaly ugye beadtak tervezésre 20 milliós pályázatot, amit a Magyar Kézilabda Szövetség elfogadott, és a következő évben, vagy 15-ös, vagy 16-os évben ennek a megvalósításában is szeretnénk maximálisan támogatni a Zala megyei szövetséget. A más téren is próbáljuk támogatni Zala megyét. Ezek közé tartozik a Kézilabda az iskolában program, melynek keretében már két iskola bekapcsolódott. Ezt szeretnénk idén bővíteni még két vagy három iskolával.